Szia, örülök, hogy újra itt vagy. Bár megfogadtam, hogy amennyire lehet távol tartom magam az előválasztástól, legalábbis a jelöltek szintjén, de ezzel együtt talán láthatod egy korábbi videómat, amiben letettem a személyes voksomat különböző jelöltek mellett. Elmondtam akkor indoklással együtt, hogy miért az egyébként lmp és Csá Csárdi Antal támogatom belváros és az első kerület jelöltjeként, szemben mondjuk éppen a Momentum jelöltjével, vagy miért éppen a Momentum színeiben induló Szabó Szabolcsot Csepelen, akit egyébként a Jobbik is támogat. Mondhatnám Vajda Zoltánt, vagy mondtam is Jánbor Andrást, akik civilként indulnak, a saját körzetükben nyilván, és bírják az MSZP támogatását is. Ebből talán láthatod, hogy nem a pártok szerint válogattam, hanem a jelöltek személye volt az, ami számít nálam, ezért szavaznék náluk. Őket ugyanis a magyar belpolitikai élet kiemelkedően hiteles szereplőinek tartom. Mindez csak azért mondtam el, hogy ne gondolj túl sok pártpolitikát a következőkbe. Ebben a sorban, a videóban szerepelt Hatházi Ákos is, és talán te is osztod azt a véleményemet, hogy ő a legaktívabb, a korrupció felszámolásáért legtöbbet dolgozó, elszántan és elfűen ellenzék munkát végző országgyűlési képviselő. Ez a videó arról az emberről fog szólni, akit vele szemben támogat Karácsony Gergely és a mögötte levő pártok, Jakab Péter és az ő pártja, valamint Dobrev Klára és a saját pártja. Ez a videó azonban, és ezt nagyon hangsúlyosan mondom, nem ellenük szól, hanem konkrétan értük. Még ha lesznek is benne olyan részletek, amik talán úgy tűnik, hogy szembesítik őket a saját korábbi ényükkel, de az a cél, hogy segítséget nyújtsak nekik. Abban szeretnék segíteni, hogy a videó által megérthessék, hogy mit gondol egy átlagos szavazópolgár, amikor ők Tóhogy Csabát támogatják. Abban szeretnék segíteni nekik, hogy ne legyen megköltve a kezük miniszterelnökként, Bármelyiküket is támogatja a tömeg az előválasztáson. Feltéve persze, hogy nem Márki Zaj Péter nyeri meg az előválasztást, neki azonban nincs szüksége erre a segítségre, ő magától is át tudott lépni a pártpolitikai logikán. Ő hadházi ákos támogatja, ahogy egyébként Fekete-győr András is, és a kétfarkú kutya párt is, akiről gondolhat bárki bármit, de abban azért biztos lehet, hogy a sokpárti mutyi felszámolása erősen céljuk. Szóval vágjunk bele. Bemutatom neked most Tóth Csabát, aki az elmúlt napokban azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy gyáván megfutamodott és nem állt ki nyilvános vitára hatházi Ákossal szemben. Sőt, és igazából ezennek a videónak az indító rugója, feljelentette Gulyás Mártont a Partizánban tett kérdéseiért. Gulyás Tóth állítása szerint megrágalmazta őt a karácsonynak feltett vele kapcsolatos, tehát Tóth Csabával kapcsolatos kérdéseivel. Hát én megnéztem a hosszú adást, igen, a hosszú változatot, mert támogatója vagyok a Partizánnak, téged is erre biztatlak, így hozzáférsz a vágatlan interjúkhoz is. Tehát megnéztem ezt, nem idézek most belőle, nézd meg te is. Gulyás Marci körülbelül azt kérdezte karácsonytól, hogy mivel folyamatos a gyanú az ellenzéki oldalon Tócsoba tevékenységével kapcsolatban, megkérdezte tőle, hogy neki van-e bármilyen ellenvetése a szemével kapcsolatban. Nem mondta azt Gulyás Márton, hogy Tócsoba bűnöző, pedig szerintem sok jel utal arra, hogy akár ilyet is mondhatott volna. Az legalábbis egészen biztos, hogy bűnözőkkel dolgozik együtt. Nem mondta Gulyás Marci azt, hogy Tót a fidesz kooperál, pedig én azt hiszem, hogy megalapozottan mondhatta volna. Nem mondta Gulyás Marci, hogy Tót pontosan ugyanolyan eszközökkel él a politikában, mint a Fidesz. Pedig bizony határozottan állíthatta volna ezt. Tóth Csaba, aki az elmúlt 11 év alatt egyetlen Fidesz közeli bűncselekmény gyanús ügyet se talált, nem tudott mit feljelenteni, most bizony följelentett két embert is bűncselekmény gyanújával, Hatházi Ákost és Gulyás Mártont. Bravo! Azt a két embert, akik talán a legtöbbet dolgozták az elmúlt években a Fidesz leváltásáért. Igazán ügyes húzás. Még talán az is eljön, hogy ezután a videó után engem is feljelent, de remélem nem lesz a barom. Pontosabban nem én remélem igazából, hanem szerintem neki kell ezt remélnie, és bízom benne, hogy visszafogják az őt támogató pártok, megpróbálnak hatni rá, hogy talán ne azokat terhelje felesleges ügyekkel, akiknek az energiájára bizony nekünk ellenzékieknek szüksége van. Ez ugyanis a Fidesz érdeke, sőt tovább megyek, ez a Fidesz módszere mindenkit feljelenteni, hogy fogjon az energiája. Most jelzem, nekem van időm, bátran állok elébe, de hatházit és gulyás szerintem hagyja békén. Engem utoljára Rogán Antal jelentett fel, amikor azt állítottam, hogy bűnöző és bűnözőkkel üzletel, azt sikerült elérnie, hogy most már bírósági papírja van róla. És ha valami, akkor ez mondjuk éppen hasonlíthat és Tóth Csaba életútjához Rogánban. Hogy ő maga bűnözője, azt majd mindenki eldönti a videó után, vagy még inkább, ha utána olvas, de hogy gyanús, az biztos. Elmesélem neked, hogy miből következtethetünk arra, hogy Kevésé sem fedhetetlen, és elmesélem azt is, hogy mik azok a tények, amik mutatják, hogy semmiben nem különbözik a Fidesz politizálása az övétől, vagy fordítva az ő politizálása a Fidesz hatalom gyakorlásától. Tócsaba ugyanis nem zuglóban kezdte a politikai karrierjét, hanem Vas megyében, odaérkezett ejtőernyésként 2000-es évek elején. A helyiek szerint, sőt, hát akkori sajtóbeszámolók alapján Leistinger Tamás vállalkozó anyagi támogatása mellett és az érdekében azért került oda, hogy elfoglalják a helyi MSZP-t. Akkoriban ez zajlott más környékeken is, ugyanezzel a személyi körrel. Például éppen bács kiskun megyében ez ment, a jegyzőkönyvek hitelesítője ugyanaz a személy volt, mint aki Tócsava mellett Vas megyében. Ismerős lesz ez a név, úgy hívják, hogy Cuslág János. Tényleg nem akarom elmondani végig az ügyet, be fogok rangni, rengeteg linket, hogyha utána akarsz olvasni, nagyon részletesen és jól dokumentált maga az ügy. Kábbi az a lényege, hogy tagbeléptetésekkel egy érdekcsoporthoz tartozó emberek át akarták venni a hatalmat az MSP vasmegyei szervezete felett. Így ők dönthettek arról, hogy kit indítson a párt a 2004-es országgyűlési választásokon, és kiket tegyenek a megyei listán a tuti befutó helyekre. Ekkor már Tóth Csaba volt az MSP vasmegyei elnök helyettese, aki mögött az akkori MSP belső köréből származó információk szerint Leistinger Tamás állt. Nem tudom, Leistinger Tamást be kell -e mutatni, ő az a vállalkozó, aki a Fidesz hatalomátvétele után megvette a Diós Győr fociklubot. Azt pletykálták akkor, hogy Orbánt ezzel engesztelte ki, hogy elkerüljön bizonyos a fociklub vásárlásnál kellemetlenebb eljárásokat. Nem tudjuk mi ebből az igazság, az tény megvette, és az is tény, hogy később eladta a NER-nek. Két éve például sikerült megvenni egy belvárosi ingatlant Budapesten. Nem is olyan kicsit, inkább nagyot, 1450 négyzetméternyit a belvárosban, ahogy mondtam, és nem is olyan nagyon-nagyon drágán, hanem azt hiszem, hogy talán inkább olcsónak mondhatnám. Vagy nem tudom, te mit gondolsz a négyzetméterenként 250 ezer forintos árról? Hm. Igen, jól értetted, 250 ezer forint négyzetméterenként. Nem, nem egy balek magánszemétől vette meg, hanem egyenesen az önkormányzattól. És igen, a szokásos módon az önkormányzat először sok tízmillióért felújította az ingatlant, majd bérbeadta a vevőjelöltnek, és két évvel később eladta. Ez ismerős, nem? Na jó mindegy, ezt engedjük el, menjünk vissza vasba a tagbeléptetéshez, ahol százasával léptettek be embereket pénzért az előbb említett okok miatt. És utána persze a hamis jelenléti íveket lobogtatták. Mármint, hogy nem voltak hamisok az ívek, csak az aláírások rajta. Az MSZP belső vizsgálata kimondta, hogy tót ellentétesen viselkedett a párt értékeivel és elveivel. Ő arra hivatkozik, hogy az Országos Etikai Bizottság végül is lezárta az ügyet, és valóban, csak azt felejti el elmesélni, hogy annak fejében, mondják a benfentesek, hogy ő lelép onnan. Volt azonban ennek az ügynek egy másik szereplője is, akit már az előbb említettem, Szuslág János. Ő ma már egyenesen a Fidesznek szervez kamupártokat, de a fiatalabbak kedvéért elmondom azt is, hogy előtte börtönben ült, mert lebukott, hogy fiktív ifjúsági szervezeteket alakított, és onnan szivattyúzta ki a pénzt, vélhetően nem egyedül, hanem társaival. Minden esetre ő vitte el a balhét. Azonban érdekes módon Tót neve itt is felmerül. Itt is az történt, ami korábban. Valakik az aláírásukkal igazolták a szervezetek létrehozását, de kiderült, hogy ezek nem valós szervezetek, amikre viszont valós pályázati pénzeket vettek fel. Itt is Tót aláírása szerepel alapok alján, mint aki igazolja, hogy valósak az aláírások. És bizony igazat mond Tóth Csaba, hogy a rendőrség megszüntette az eljárást ezzel kapcsolatban. Nem fogod kitalálni miért, mert az aláírások valódiságát csak az eredeti példányok alapján tudta volna megállapítani az írás szakértő. Azonban azok eltűntek. A gonosz tolvajok elvitték. Történt ugyanis, hogy Tóth elment értük az MSP Budapesti központjába, átvette azokat, majd átadta a Szabó Bálintnak, a helyi emberének, rá nem térek ki, olvas utána belinkelem. Annyit azért mégiscsak elmondok róla, hogy ő a Fideszben kezdett politizálni, de Tóth személyes varázsa átcsábított az msp hez igazi elfű ember. Ezt ő mesélte el, hogy miután megismerte Tótot, inkább az msp ben folytatta a Fidesz helyet, de ezt most engedjük el. Szóval Tóth neki adja át a jegyzőkönyveket, azonban ő már nem tudja átadni a rendőrségen, mert balga módon nyitva hagyta a kocsi ajtaját, a csúnya rossz autogramgyűjtők kilopták azt. Azért gondolom, hogy autogramgyűjtők lehettek, mert ki másnak kellene szüksége aláírásokkal teli papírokat kilopni egy autóból. A lényeg, hogy ezért nem tudta megvizsgálni a grafológus szakértő, ezért nem kerültek oda az eredeti példányok a bizonyítékok közé, és ezért lezárták a nyomozást bizonyítékok hiányában. Szuslág más szervezetek alakításáért és pénzkifolyadásért ült, hogy ezt a szálat engedjük is el. Ahogy azt mondtam, alig két-három évvel a megjelenése és ezen botrányok után Tót el is jött vasból. Zuglóba. És mi történt Zuglóban? Botrány ismét. Miért? Mert láss csodát, Tót megjelenésével együtt további tömegek akartak belépni a Zuglói Alapszervezetbe. Nagyon vonzó fickó. De nem csak a tagokat vonza, hanem a botrányokat is. Ezt sem akarom hosszan mondani, itt is folyamatos belső harcok mentek az eredeti helyi szervezeti elnökkel. Itt végül azonban a helyi elnök lemondott. Tóth elérte a célját, ő lett az uglói MSP mindenható úra. És azóta is az. Fiktív tabokról ma már szó sincs. Ma aláírás vásárlásról van szó. Szavazat vásárlás zuglóban címmelte is megtalálod a Youtube-on a felvételt, amit Várnai László, a civil zugló egyesület vezetője tett fel. Ő maga is jelen volt a HVG újságírójával együtt az eseményen, amit rögzítettek, és ami hallható, hogy a szegények lakta részen az időközi választások alkalmával sonkát, 3000 forintokat és egyéb dolgokat osztogattak a jelölt nevével ellátott tollal együtt, hogy szavazzanak az adott jelöltre. Nem, nem a Fideszes jelöltre, és nem is Cuslák kamupártjának jelöltjére. Bicskei Bencére, aki tócsaba Csaba embere. Igen, igen. Igen, és? És hogy általában osztottak itt sonkát az elején. Kaptak? A húsvét környékén. Én nem, én, nem, én Adtak én nem. itt minden fejlét. 3000 oh. forintokat megfogadta ez a szember a cigányokat. Ez kicsoda. Mit tudom, meg ki az? De, de kire mondták, hogy kire szavazzanak? Ki ez a Bence? Bence, Biskai Bence? Ha, mit tudom, meg ki az? Ha. 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 Osztogatták a 3000 forintokat, sonkákat osztogattak. Így nyerték meg a választást. Igen, itt is született feljelentés, és itt is joggal mondhatja Tóth, hogy megszüntették az eljárást. Ugyanis nem látta megalapozottnak a választási bizottság, a rendőrség, az ügyészség, azt, hogy választási csalás lett volna. Annak a tényét megállapították, hogy ez az eset bizony valós, jelzem több száz szavazóról van szó, azonban azt fogalmazták meg az ügyet lezáró dokumentumban, hogy ez nem befolyásolta a szavazás végeredményét, ezért nincs miről beszélni tovább. Itt azért szeretném felhívni a figyelmedet, hogy ez éppen az a választási bizottság, amelyik máskor is működik a választásokon a Fidesz rendszerében, és pontosan ugyanaz az ügyészség, amit Paul Péter vezet. Egy kicsit olyan fideszes ez az egész hangulat, nem? De van más is, ami erre emlékeztet. Ilyen például a politikai ellenfél aljas lejáratása. Nem olyan régen, tehát már a mostani kampányban Tóth a Fideszes Szennymédia által előállított videót osztott meg az oldalán, Hatházi Ákosról. A Partizában magyarázkodott erről a videóról, nézd meg, tényleg érdemes, azt állítja, hogy nem is látta, mielőtt megosztotta. Te elhiszed, hogy ez igaz? Csak mert ha elhiszem, hogy ez igaz, akkor viszont rendkívül felelősségteljes politikussal állunk szembe, ugye? megoszt egy valamit, amiről azt se tudja mi az, de alkalmas az ellenfél lejáratására. Fogalmunk sincs ugyanakkor, hogy kikosztogattak hatházit lejárató szórólapokat zuglóban egy olyan állítással, amit szintén tót fogalmazott meg. Ő mondta ugyanis, hogy hatházi elárulta a pártját, mert feltárta a trafikmutyit. Ez most egy picit ízlelgesd. Valaki feltárja a korrupciót, mire azt mondja ez a jó ember, hogy áruló. Mi ez, ha nem egy mafiózó gondolkodása? A család az család? Ezek után mit gondoljunk arról, ha Tócsaba megtudná egy korrupciós ügyet, vajon mi tudnánk róla? Szólna nekünk? Rád bízom ennek az eldöntését. Addig nézegesd a szórólapokat, de aztán engedjük el, mert van nagyobb média felület is zuglóban a szórólapoknál. Ilyen a helyi tévé és az újság. Annyit jelzek előre, ha például valós közszolgálati csatornát akarsz látni az MTVA helyett, akkor mondjuk ne az uglói média legyen a minta. A helyi lap egyes számaiban akár 15 alkalommal merül fel Tóth neve, ha éppen nem dupla oldalas interjút közölnek vele. Ezt se részletezem, nézd meg, propaganda kérdvány. Ugyanaz, mint az Ugló TV. MSP s képviselők szócsöve. És egy szócső mire való? Hát nyilván arra, hogy a politikai ellenfelet ócsárolják benne, ahogy azt a szórólapokon is teszik. Kettős beszélet látunk, és egy kettős mércét látunk. Még azt mondja a politikai ellenfelem, hogy adházi Ákos, hogy meg kell tisztítani a közéletet, és üldözni kell a korrupciót. Ugyan nem tudja megmondani, hogy Zuglóban milyen korrupciót akar üldözni, mert egyetlen egy konkrétumot nem hallottunk meg tőle. Ugyanak azt látjuk, hogy a közvetlen környezetében, a kampány csapatában olyan emberek vannak, akik köztörvényes bűnöző, elítélt bűnöző, aki börtönben ült, vagy elítélték, elítélték garázdaságért, rongálásért, közúti veszélyeztetésért. Tehát ez beleillik a képbe, számára ez nem gond. Mondhatnám úgy is, hogy olyan, mint aki bort iszik és vizet prédikál, hisz kifele mondja, hogy üldözendő a bűn, befele a saját köreiben eltűri, sőt, még szívesen is veszi, hogy segítenek a munkájában. Az az ember mondja ezt a politikai ellenfeléről a közpénzből fenntartott tévében, aki Leistingerrel, Cuslággal, a parkolási mafia szereplőivel van egy platformon, miközben a megtámadott képviselő nem tud védekezni se, hiszen őt nem hívták be. Nem ismerős ez egy kicsit? De nem menjünk el ilyen könnyen a megfogalmazott vád mellett sem. Kettős mérce ezzel vádolja az ellenfelét. Együtt tudok élni a gondolattal, hogy Szuslág János nem elég hiteles bűnöző. Meg már rég is volt. Van azonban más is tót környezetében. Ő itt a képen Gotti. Gotti rapper, aki a helyi MSP kampány rendszeresen feltűnt a párt standja mellett, vagy éppen Tóth Csaba kampányzsekis csapatával beszélgetett sűrűn. Sőt, sikerült karácsony mögé is betenni, amikor sajtótájékoztatót tartott. Nyilván botrány lett abból, hogy karácsony hogy kerülhet -e ebbe a helyzetbe, mintha csak a Fidesz rendezte volna. Gotti egy hiteles bűnöző viszont, éppen most zajlik a hitelesítése. Sok éves börtönbüntetését tölti hivatali vesztegetés és egyéb nyalánkságok miatt. Amikor ez botrány lett azonban, akkor az is kibukott, hogy meglehetősen antiszemita szövegeket ének ez a fiú. Hm. Ha nem haragszol, nem ismétlem meg, Zsidózik, másokat falhoz állítana és lövetne. Ilyen a gangszterepperek élete. Az viszont talán izgalmasabb, hogy mondjuk szerintem, amikor Tócsabát megkérdezik, hogy mit gondol erről a szövegről, akkor elhatárolódik Gottitól? Nem, mentegeti. Idézem. Nem ő énekli azt a részt. Ő azért tudja a felelősséget vállalni, amit ő énekel. Amit nem ő énekel, azzal ne őt próbáljuk besározni. Mondja ezt Tót Gotti védelmében. Oké, okay, de akkor hallgassuk meg, mit mond maga a költő. A számok egyébként hogy készülnek, vagy melyik költök írja őket, vagy együtt, vagy, vagy hogy jön az ihlet egyáltalán? Itt igazából mind a ketten, tehát mind a ketten írunk számokat, ugye, mert ebbe is nagyon jók vagyunk. Tehát mind a ketten írjuk a szövegeket, és uh, utána összülünk, összegyúrjuk ezt a dolgot, hogy a közös nótákat, a szólónótákat, a meg mindent. Jó, Tócsaba nem tudhatja, hogy születik a gengszerrel. Bevalom, én se tudom. Én azt tudom, hogy bárhogy is születik egy ilyen antiszemita kirekesztő szerzemény, nem mentegetném. Persze belátom, Tótnak sok dolog van a környéken hasonló ügyekkel, lehet már benne gyakorlata. Még szerencsé, hogy Cuslák kiállt magáért. Ha emlékszel, még mielőtt leültették, politikailag már előtte megbukott, amikor a holokauszt áldozataival viccelődött egy rendezvényen. Rájár a emberei rendesen. 2015-ben egy másik zuglói MSZP tagot is mentegetnie kellett egy önkormányzati képviselőt. Sógor László egy hitleres képet osztott meg a Facebook oldalán azzal a szellemes szöveggel, hogy ti mit csináltok a menekültekkel? Főtünk. Hmm, ugye milyen szellemes? És mit mond erre Tóth? Sógor véletlenül osztotta mégis és nem vette észre. Olyan nagyon nem, hogy a botrány kirobbanása után tűnt csak fel neki, hogy hova került ki ez a kép, ami azt se tudjuk, hogy került a környékére. Jó, ezt engedjük is el, nem vagyok szép télek. Térjünk vissza a valóban gyanús ügyekre, ugyanis ezek közt van néhány, ami túlmutat személyén. Hiszen a többi ellenzéki miniszter jelölt, jelölt is számonkérte kérte hogy miért nem mond konkrétumokat tót múltjáról, vagy az uglói eh, hát helyzetről, korrupciós ügyekről. csak annyit mondok, hogy a hadházi Ákos tényleg a korrupció küzdelem bajnokaként jelenik meg a magyar közéleti palettán, akkor én arra várok, hogy végre tárja fel azokat a korrupciós eseményeket, amelyek alapján mondjuk Tóth Csavát be lehet börtönözni. De egyenlőre már lassan az előválasztás vége felé közelítünk, de a sejtetésnél, meg a véleménynél túl még nem jutottunk tényadatokat. De ugyanezt mondja karácsony is. De végül is az Ákos bizonyított bármit az óló kapcsán? Tehát én őszintén azt gondolom, hogy, hogy, hogy van egy ilyen rossz hangulatot, vannak inszinációk, vannak van egy ilyen sejtetés, de, de volt egy, volt áll... én őszintén mondom, én nem emlékszem arra, hogy az Ákos bármit kifúrt volna. Kedves jelölt jelöltek, egy apróságra hadd kérjek meg benneteket, mint aki foglalkozott valamennyit korrupció feltárásával. Gondoljátok végig, hogy biztos hadházi Ákos feladata-e a korrupció feltárás az ugróban. Véletlenül nem arról beszél, hogy ha csak a fentieket nézzük, amiket eddig elmondtam, akkor ez a csávó picit gyanús. És ha azt is hadd mondjam el nektek, hogy még a fentiekkel is csak a felszínt kapírgálom én is, nem akarok két órás videót készíteni. Nem mentem bele részleteiben a parkolás ügybe, nem megyek bele az éppen zajló ingatlan ügyletre, amit Tibor köreivel folytat a zuglói önkormányzat. Bőven nem itt mesélni. Szóval biztos, hogy ez hatházi dolga, hogy feltárja. Nem nektek kellene többet ismerkedni a jelöltek személyével? Ha eddig nem tettétek meg, mindenképp pótoljátok, a 444 újságírója Ács Dániel ugyanis egy hiánypótló filmet készített, feltárta a parkolási maffia ügyeit. S lásd csodát, zuglóban a helyi MSZP-hez Csabához vezettek a szálak. Ő azért talán mégiscsak egy hiteles újságíró, nem? Vagy azt gondoljátok, hogy komolyan hatházinak le kellene futnia még egyszer ezeket a köröket? Tárja fel újra a parkolási maffia ügyeit? De nem ugyanezekről beszél a helyi zuglói képviselő Várnai László? Itt van, nézzétek meg! Értem, hogy a, ez az MSZP bulija volt a parkolás, de miért szavazta meg csont nélkül a Fidesz? Minden egyes képviselő. Utána megszavazták cserébe mondjuk a hungasztot, ugye a bánki köthető közérkeztetési szerződés meghosszabbítását. Lát, hogy egymás után még azon is vitatkoznak, hogy melyik előterjesztés legyen hamarabb, szavazzák meg egymás dolgait. Ahogy a parkolást, úgy más korrupciógyanos ügyleteket is. De arra azért csak kellene emlékezni, hogy a nyilvánosság egyik leghitelesebb forrása Karácsony Gergely maga, amikor a parkolási mafia zuglói száláról kérdezik. Itt egy, na, és akkor ebből egyébként azt következik, így, így a pohárba, itt most akkor egy politikai háttérrel született az MSZP és a Fidesz között, amin ön nem tudott segíteni. Hát ja, Ön egy újságíró is fölfogta, hogy miről beszélgetünk igen. Ez elég nagy baj egyébként, és elég rossz hír arra nézve, hogy én egyébként milyen politikai közösségnek a tagjaként indulnak ezen a választáson. Hát, na, akkor következik Ezen a helyzeten kéne változtatni. Sajnos ez a videó közben eltűnt az ATV oldaláról, de a lényeg maradt. Itt a lehetőség változtatni azon, hogy ki milyen politikai közösségnek a tagjaként indul ezen a választáson. És ez bizony nem azon múlik, hogy hatházi hány ügyet tárt fel, vagy hányat nem. Joga, Péter is rákérdezett, hogy hatházi miért nem áll jobban bele. De emlékszem, mit mondott akkor, amikor hatházi beleállt? Tőle idézek. A 22-es választásnak jóval nagyobb a tétje annál, mint hogy olyat támogassunk, aki a csatatéren, amikor ott kellett volna lenni a fronton, inkább az ellenzéket támadta a Fidesz helyett. Ezt mondta hatázira azért, mert a borsodi időközi választásnál rámutatott egy jobbikos jelöltet érintő korrupciós ügyre. Drága Jakab Péter, nem olyan az egy kicsit, mint hogyha lenne rajtasapka, vagy nincs rajtasapka, bármi baj? Ha rámutat a korrupciós ügyre, akkor számon kéred, hogy az ellenzék ellen dolgozik, ha pedig tanulva az útmutatásodból nem mond többet, akkor azt kéred számon, hogy miért nem rugózik Tóth korrupciós ügyein. Tényleg? Hogy miért nem tár fel még ügyet zuglóban? Ha ez komoly igény, szólj bátran, beleállok. Hatházi pedig hat foglalkozzon az ellenzéki munkával. Nem az a jó, ha az ilyenek kötik le az idejét, és nem az a jó, ha bíróságra kell járnia. Ez a Fidesz módszere, ahogy már mondtam az előbb is, ők kötik le ezzel az ellenzéki ellenfelek energiáját. Akkor tehát összefoglalom. Tóth neve felmerült fiktív tagbeléptetésügyben. A cuslákféle civil szervezeti lenyúlások kapcsán. Zuglóban az ő emberének szavazat vá szavazatot vásárolnak, Nyilvánvaló, hogy bűnözőkkel van saját maga által beismerten kapcsolatban, Cusláktól Gottig. Fideszesekkel működik együtt, Cusláktól Leistingeren át a helyi Fideszes parkolási mafia szereplőig, és pont úgy működik a kerület, mintha egy Fidesz kerület lenne. Bedarálták a helyi nyilvánosságot, rágalmazzák a politikai ellenfeleket, feljelentik azokat, akiket éppen felszeretnek jelenteni, az útjukban állnak az már csak a haba tortán, hogy mentegeti a különböző antiszemita kollégáit. Én nem tudom, meddig kell sorolni, hogy ez egy picit gyanús legyen. Drága Jakab Péter, mennyivel gyanúsabb Mészáros Lőrinc, hogy Orbán strómanja? Tehetném fel a kérdést. Mutattál már fel bármi bizonyítékot, hogy Mészáros lop? Vagy mit gyanúsítgatod? Lehet, hogy csak tényleg okosabb cukkerbernél és az eszével szerezte a vagyonát. Szóval szerintem ezen lovagoljunk, érdemes inkább végig gondolni még egyszer. Azt gondolom, hogy kár hitelteleníteni azt a valós igényt, hogy a számíthatunk mi választók. Ugyanis ha annak a hitelességét akarja bárki erősíteni, hogy itt bizony lesz elszámolás, hogy a maffia csápjait levágjuk, akkor azt gondolom, hogy biztosan erősebb előtt hatházi Tócsabánál. Szóval ezért kérem a hatházival szemben Tócsabát támogató pártokat, hogy fontolják meg még egyszer. Gondolják végig, hogy érve vajon tényleg, hogy Tóth Csaba megnyerte már a választást kétszer is. Ami egyébként igaz, csak hogy elmondja mindegyikük, bárki megnyerné ezt. Tehát ez nem érv, hanem kifogás, mentegetőzés. Ha nem lenne, akkor például Csepelen senkit nem indítana rá az MSP Szabó Szabolcsra, aki kétszer is legyőzte német Szilárdot. Ha ez valós érv, akkor miért nem hagyjátok, hogy ő most a Fidesz-szel foglalkozzon, és ne az ellenzéki ellenféllel. De oké, legyen, én a tényleg a versenyhíve vagyok, csak legyen már az, hogy mondjuk két hiteles jelölt közül lehessen választani. Ezért remélem, hogy megfontolják a pártok, hogy egy ilyen jelöltet tényleg támogatnak-e. Mert ahogy mondtam, nagyon fontos lenne, hogy valóban hiteles jelöltek közül választhassunk a Fidesz jelöltjével szembe. Ezért megyek el én is az előválasztásra, és ezért összökérek mindenkit, téged is, hogy menjünk el együtt. Ez nem csak zuglóban fontos, ott, ha ez így marad, akkor különösen fontos, hanem mindenhol máshol is. Mi választók ennyit tettünk, de jó lenne, hogyha a pártok is megtennék a saját dolgukat, és olyan jelöltek közül választhatnánk, akik megérdemlik azt, hogy a Fideszsel szemben önállóan induljanak. Én ezért drukkolok.